Jó estét kívánok! Az Újvidéki Televízió és a Szabadkai Rádió rendhagyó közös vállalkozásba fogott az Ifjúság napja alkalmából. Ma 14 órától holnap éjjel 2 óráig az ifjúsági csatorna műsorát sugározzuk a szabadkai stúdióból. A műsor egyik szerkesztője Buda Hajnalka kolléganőm. Őt kérem most a kamera elő, hogy foglalja össze, mi is történik Szabadkán. Köszöntöm a híradó nézőit innen a szabadkai alkalmi stúdióból, ahonnan már mintegy 6 órája sugározzák az Újvidéki TV és a Szabadkai Rádió munkatársai az ifjúsági csatorna műsorát. Ennek az összefogásnak köszönhetően mintegy 26 órányi műsort röpítünk innen az éterbe 2 nap alatt. Képben és élőszóban beszámolva a Szabadka színházi életéről, az ifjúsági dalfesztiválról és mindarról, ami a városban és környékén említést érdemel ez idő alatt. Az IFI csatorna műsora akárcsak az Újvidéki Televízió műsora általában 5 nyelven folyik, de hozzá kell még tennünk, hogy tévéközpontunknak ez az első ilyen nagyszabású vállalkozása, amelynek során a tévéstúdiót más városba helyezte ki, és onnan úgymond maratoni időtartamban sugároz műsort. A projektumon több mint 200 ember dolgozik szakadatlanul, a délután folyamán már számos stúdióvendégünk is volt, híradónk után pedig az ifjúsági dalfesztivál elődöntével folytatjuk a műsort. Holnap családi magazinunk, a Haló TV is innen a szabadkai stúdióból jelentkezik. Köszönöm szépen. Kiemelt belpolitikai hírünk, hogy Bogdan Trifunovic megválasztását a Szerb KS központi bizottság elnökségének tisztségére egyhangulag támogatja a Vajdasági Kommunista Szövetség. A tartományi pártbizottság elnökségébe továbbá a községek és az Újvidéki Városi Közösség pártbizottságában megtartott konzultációk során úgy szintén egyhangulag támogatták Milomir Minicset a titkári teendők ellátására. Egy kedvező hír a földművesek számára. Július 1-től módosul az ártérítés. A műtrágya esetében 20, a növényvédőszereknél 5, a minőségi vetőmagnál pedig 10%-át teszi ki az ártérítés a június 30-án érvényes eladási árakra vonatkoztatva. A jugoszláv képviselőház sürgőségi eljárással dönt erről a kormányjavaslatról. Az el nem kötelezett országok koordinációs bizottságának miniszteri értekezlete, amely ma befejezi munkáját, megerősítette azt a korábbi javaslatot, hogy a 9. csúcsértekezletet szeptember 4-től 7-ig tartsák meg Belgrádban. Széleskörűen támogatták a Jugoszlávia által beterjesztett napirend tervezetét is, amelyet a szeptemberi elejei miniszteri értekezleten véglegesítenek majd. A harareji értekezlet részvevői egyetértettek abban, hogy a csúcstalálkozónak a mozgalom korszerűsítésére vonatkozó kezdeményezések keretében kell lezajlania. Megerősítették a továbbiakban a javaslatot, hogy Belgrádban Venezuelát vegyék fel a mozgalom soraiba. Ugyanakkor elvetették Irán követelését, hogy a miniszteri értekezlet záró dokumentumában ítéljék el Salman Rushdie Sátáni versek című könyvét. A kínai hírügynökség szűkszavú jelentése szerint a 3200 egyetemista ma beszüntette az égségsztrájkot Peking főterén. A rövid hírben csak az áll, hogy az egyetemisták idéglenesen szüntették be a sztrájkot. A tanyuk tudósítója szerint a Tiananmen téren még mindig több százezer egyetemista, diák és munkás tartózkodik, és továbbra is igen feszült a helyzet.
Ma reggel a sztrájkoló diákokat meglátogatta Cao Zeyang, a kínai kommunista párt főtitkára és Li Peng kormányfő, de a megbeszélések nem jártak eredménnyel. A nap folyamán a kormányfő rendkívüli intézkedéseket helyezett kilátásba a rend visszaállítása érdekében az országban. A több napos sztrájkok miatt ugyanis káosz keletkezett a közlekedésben. Mivel a nagyobb városokból a polgárok nagy csoportokban utaztak a fővárosba, hogy támogassák a sztrájkolókat. A pekingi orvosok ma járványveszélyre figyelmeztettek a főtéren uralkodó egészségtelen körülmények miatt. A napokban mintegy 600 egyetemistát részesítettek orvosi kezelésben. Krakkóban az elmúlt három napban szovjetellenes tüntetések voltak. Amint egy 1000 fiatal a rendőrséggel is összetűzött. A karhatalom ugyanis vízágyukkal próbálta meggátolni őket, hogy a szovjet konzulátus épülete felé vegyék útjukat. Az olasz szocialisták egyhetes kongresszusa végén mondott zárószavában Bettino Craxi, akit ismét főtitkárá választottak meg, élesen bírálta a kereszténydemokrata Ciriaco de Mita kormányfőt. Szerinte a kormány újabb válság előtt áll. A kongresszuson egyébként többen is lemondásra szólították fel de Mitát. Észtország legfelsőbb tanácsának határozata értelmében a köztársaság a jövőben önálló gazdasági körzet lesz, amely az önfinanszírozás elvén gazdálkodik. Eddig a termelés 90%-át a központi tervhivatal irányította, ezentúl ez az arány fordított lesz. Az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának különbizottságában az emberi jogokról folytatott vitában Jugoszlávia képviselője felhívást intézett Albániához, hogy tegye lehetővé, hogy a nemzetközi közösség betekintést nyerjen a jugoszláv nemzeti kisebbségek helyzetébe Albániában. Albánia ENSZ nagykövete ezek után felrótta Jugoszláviának, hogy éppen ő kezdeményezi a nemzeti kisebbségek kérdéséről szóló vitát. Dr. Stipe Sovár, az államelnökség tagja tartott beszámolót a JKS nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó bizottságában az olasz kommunista párt 18. kongresszusáról. Ezen Sovár pártelnökként vezette küldöttségünket. A többi között szólt az olasz KP irányváltásáról, amelynek célja egy új baloldali tömörülés létrehozása. Szerinte szó sincs arról, hogy az olasz kommunisták a szociáldemokrácia felé tolódnak, hanem inkább arról, hogy figyelembe véve a realitásokat, tehát azt, hogy többé nem létezik a klasszikus értelemben vett munkásosztály és parasztság, újabb rétegek felé fordulnak. Elmondta azt is, hogy Oketto főtitkár bevezető beszámolójában 10-szer is idézte Gorbacsovot, míg először történt meg, hogy Jugoszláviát meg sem említették. Szólt a kongresszuson tapasztalt vita kultúr szintjéről, amelyhez képest a mi vitáink kocsisok veszekedésére hasonlítanak. A Jugoszláv Képviselőház köztársaságok és tartományok tanácsának ülését június 2-ára és 3-ára hívták össze. A szövetségi végrehajtó tanács ma 14 törvény módosítására vonatkozó javaslatát juttatta el a parlamentbe. Például változik a külföldi árucsereforgalomról szóló törvény, valamint a federáció és a szövetségi árutartalékok pénzeléséről szóló törvény. Ezzel kapcsolatos az az információ is, miszerint a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség országos tanácsának elnöksége követelte a Jugoszláv Képviselőháztól, hogy a munkaviszonyról szóló törvény megvitatását és elfogadását legalább 3 hónappal odázza el. Ennyi időre lenne szükség arra, hogy a szakszervezet is véleményt mondjon róla. Az ülésen felrótták a kormánynak, hogy ez már a törvénytervezet 8. változata, de még egyszer sem kérték ki a tagság véleményét. Egyébként a tanács elnöksége megerősítette Angyelko Vászit jelölését a szakszervezet elnöki tisztségében az elkövetkező egyéves megbízatási időszakra. Ante Markovic, a szövetségi végrehajtó tanács elnöke ma fogadta az ország legnagyobb városainak polgármestereit. Elsősorban a reform végrehajtásának lehetőségeiről cseréltek véleményt. A nagyvárosok képviselői kifejezték reményüket, hogy a gazdaság deregulációja és a piacközpontú gazdálkodás lehetővé fogja tenni azt, hogy a nagyvárosok gazdasági alapokon oldják meg az egyre kifejezettebb közlekedési, vízellátási, villamosítási és egyéb problémájukat. Belgrádban ülésezett Szerbia Reformbizottsága, és úgy döntött, hogy 1 milliárd dollár és további 2000 milliárd dinár értékben közkölcsönt ír ki a gazdasági megújódás céljára.
kölcsönt jegyezhet valamennyi jugoszláv polgár, az ideiglenesen külföldön dolgozók és külföldi állampolgárok is.